Azt olvastam a Nemzeti Sporton, hogy egy éve azt mondtad a világbajnokságon, hogy egészen elveszettnek érezted magad. Eltelt egy év, most milyen érzésekkel vágsz neki ennek az Európa-bajnokságnak? Nagyon pozitívan, és nagyon várom már, hogy szombaton az első meccset játsszuk. Hosszú volt azért ez a felkészülési hét és a torna, de most igazából az utolsó simításokat csináljuk, és tényleg azt látom, hogy mindenki már nagyon várja a meccset. Mi változott meg az életedben, a játékodban, mióta Franciaországban légióskodsz? Hát sokkal többet játszom, csapatomnak egyik alapembere lettem. Hát igazából egyre jobban találok vissza önmagamra, és ez történt. Ugye játszottatok három igen erős felkészülési mérkőzést Norvégiában. Milyen volt ez a torna, milyen tapasztalatokkal jöttetek haza onnan? Hát igen, megmondom, hogy szinte nagyon nehéz ellenfelekkel kezdtünk, mondhatom a legerősebbekkel. Nagyon jó, sokat tanultunk belőle, videókból tudjuk javítani az apró hibákat, és azt mondom, hogy nagyon biztató játékot mutattunk, és hogyha a legjobb csapatok ellen ilyen játékot mutattunk, akkor a csoport ellenfeleink ellen nagyon jó esélyeink vannak. Na, te vagy a válogatott egyik újonca, bemutatkozhattál a válogatottban a norvégiai kupán. Milyen volt, izgultál előtte? Pont ez az érdekes, hogy odafele a buszon izgultam, de mikor már beléptünk a pályára melegíteni, akkor minden elszállt, mert úgy álltam hozzá ez az egészhez, hogy én vagyok a legfiatalabb a csapatban, most nekem csak annyit kell csinálnom, amennyit tudok, és azt kell hozzátennem, amennyit itt tanultam, és amiről készültünk. Ezt próbáltam csinálni, és nagyon örültem, hogy lehetőséget kaptam már az első mérkőzésem. Milyen visszajelzést kaptál a kapitánytól? Azt mondta, hogy meg van elégedve a munkámmal, pont ezért hívott be, mert hogy tetszik neki a hozzáállásom, és hogy nem okoztam neki csalódást, jól dolgoztam, és hogy csak csináljam tovább. És a lányoktól? Ők is hamar befogadtak, mindenki nagyon kedves, segítőkész. Ha bármi gondom van, akkor meg tudom velük beszélni, és ők is támogatnak. Mindenkivel nagyon jó viszonyba kerültem. Kim Rasmussen jó véleménnyel volt rólad. Ezt is a Nemzeti Sportban adott interjújában olvastam, hogy te éltél a lehetőséggel, és bizonyítottál neki. Annyit jegyzett meg, hogy nagy szükség lesz rád az EB-n védekezésben és támadásban is, de nem hiszi, hogy két naponként 50 perceket tudsz majd ide-oda rohangálni. Te ezt hogy látod? Igen, amikor már jöttem, akkor ugye Kim beszélgetett velem, és mondta, hogy a fő nagy részein védekezésben fogok segíteni a csapatnak, és igazából talán támadásban is tudok hozzátenni, de a védekezésre koncentráljak. Én azt mondtam, hogy rendben, meg szeretném oldani ezt a feladatot, és ha számít rám támadásban, akkor segítek. De igen, sajnos én nem vagyok ez a gyorsajábú játékos, aki támadásvédekezést 50 percen keresztül 100%-osan lehozna. És milyen helyzet a hetesekkel? Tényleg ott derült ki, hogy te fogod lőni a heteseket? Igen, mérkőzés közben kérdeztem meg Kim, hogy szoktam-e Franciaországban lőni heteseket. Hát ugye szerintem az csak ilyen, azért kellett, mert Anna nem volt ott, ki akart próbálni más heteslövőt, aztán úgy tűnt, hogy akkor most én lövöm a tornán a heteseket. Ugye junior világbajnokként vagy itt a válogatottnál, azért a felnőtt ez egy másik szint. Hogy látod, mennyire tudod megállni a helyed itt a nemzetközi szinten, hiszen azért a magyar bajnokságban rendszeresen játszol? Igen, ez egy teljesen más szint, sokkal gyorsabb, sokkal intenzívebb munkát igényel, még ebbe egy kicsit rázódnom kell, de igyekszem megállni a helyemet. Mi a nehezebb, a támadás vagy a védekezés? Mind a kettőnek megvan a maga nehézsége. Igazából még egy kis erőt kell összeszedni, meg az, hogy tudni, hogy támadásban mikor, hova álljak, mikor, merre kell mozogni, ott az a nehéz védekezésben, meg még össze kell szokni, ugye, mert sok az új játékos, és idő, mire megtaláljuk a közös hangot, de ez is nagyon jól alakult a tornán, szerintem a védekezésünk. Hogy látod, az Európa-bajnokság kezdetéig mennyire tudtatok összeszokni, mennyire tudtátok elsajátítani azt, amit a kapitány kért tőletek? Szerintem napról napra, edzésre egyre jobban megtaláljuk a közös hangot, és jól dolgozunk együtt, szóval szerintem rajta vagyunk az jó úton. Ugye sorrendben Hollandia, Horvátország és Spanyolország a csoportban, nem egyszerű csoportunk van. Mit vesz, hogy látod most a csapat, mire lesz képes? Hát nem egyszerű, igen, viszont a hollandok is meggyengültek, két belső hármasukat elvesztették, spanyolok nagyon fiatalítottak, horvátok, ők is az idősebb játékosok visszavonultak. Én úgy gondolom, hogy nagyon meg tudjuk szorongatni őket, és mindenféleképpen a spanyolok és horvátok azok az ellenfelek, akikre jobban kell koncentrálnunk.
játszanak, és nyernünk kell ellenük. Minden meccshez úgy állunk hozzá, hogy nyerni szeretnénk, és ezért fogunk mindent megtenni. Szerintem nem lesz probléma, hogyha kivesszük a szívünket, lelkünket.